hogy igazából Velencén leszálltam a vonatról, és pákozni kellett jönnöm, hogy végre találjak egy olyan helyet, ahol nem fúj annyira a szél, bár most is egy kicsit azért de remélem, hogy hallható lesz majd az, amit szeretnék mondani nektek. Nos, most ebben a nagy velencei tó kerülésben vagyok, és hát igen, a Medvefilm vlog második évadának következő része csúszott, de miért is? Az idő miatt. Nem viccelek. Az idő. Mit is gondolok itt az idő alatt? Igazából az időmenedzsmentről szerettem volna egy tök jó kis videót összeállítani nektek, de sajnos a saját időmenedzsmentem miatt nem jött össze. Hát azért mégiscsak az időmenedzsmentről azért szeretnék egy pár szót így megemlíteni. Mert amúgy szerintem egy nagyon fontos téma, és fontos az, hogy tényleg tudjuk az időnket úgy szervezni, úgy összerakni, hogy ez tényleg tök jó legyen nekünk is, környezetünknek is, meg mindenki másnak. Az első dolog, amiről szeretnék így időmenedzsmentben, vagy az időmenedzsmentről így beszélni, ami nálam amúgy tökre jól bejött, az, hogy delegálom a feladatokat. Tehát úgy delegálom, hogy kinézek rá mondjuk rá egy napot, egy hetet, vagy egy hétvégét, és próbálom akkor megcsinálni azt a feladatot. Tudom magamról jól azt, hogy ha tudom, hogy mik a feladatok, akkor azt én tökre jól időre meg fogom tudni csinálni, mert akkor látom, hogy jó, oké, van még rá egy hónapom, tehát most még mondjuk nem kezdek bele, de mondjuk egy hetet adok neki így ilyen tervezési fázisnak mondjuk, és akkor utána, egy hét után, meg ahogyha megvan az a tervezési fázis, egy kicsit előkészítem a dolgot, akkor utána fogok neki állni annak, hogy akkor most ezzel foglalkozzak intenzíven. És akkor tudom, hogy oké, van még azért mondjuk két hét hátra a leadási határidőig, de mondjuk már két héttel előtte megvan az anyag, és utána már csak ki kell korrektúrázni, vagy néhány apró finomságot kell rajta csinálni. Ez egy ilyen tök jó dolog, és ahhoz, hogy ezt meg tudjátok csinálni, elengedhetetlenül szükséges egy darab naptár, vagy kettő. Inkább azért mondanék kettőt, mert az egyik naptár az legyen papír alapú, amit minden nap láttok, ami ott van veletek, és nem mindig az a célszerű, hogyha ez a könyvszerű, hanem az, ami ilyen spirálos, és akkor az úgy ott van előtted. Az sokkal célszerűbb, mert én próbálkozok, nem is tudom hány éve, talán kettő biztos, hogy ilyen könyvszerű határidő naplóval, na ez a neve, tehát határidő naplóval foglalkozok és beépítsem a saját életembe, de eddig még nem sikerült. Inkább egyszerűbb, hogyha a spirálos naptárat használom, illetve ezen kívül a Google naptár az egy nagyon jó dolog. Tehát azt nem tudom, hogy kitapasztaltátok-e már, de mondjuk én nagyon szeretem, főleg, hogyha mondjuk néhányszor ilyen értekezletet is kell tartani, meg nem tudom, tehát ilyen Google Meet-eket kell csinálni, mert akkor csak így simán, tehát akkor csak simán hozzáírjátok a résztvevőket, és igazából a Google Meet-et is hozzárendelitek, és kiküldítek nekik a meghívót, és ez egy tök jó dolog. Illetve akik ugye Google naptárat használnak, és mondjuk te csinálsz egy ilyen eseményt, mondjuk nem is kell hozzá Google Meet, csak eseményt, akkor igazából írgetim alapján hozzá tudja rendelni, és akkor mondjuk a telefonjában is ugyanúgy megjelenik a dolog. Tehát ez egy ilyen wow, nagyon jó dolog, köszönjük Google, nem szponzorál tartalom. Vannak még olyan részei az időmenedzsmentnek, amikor kicsit így elvonatoztatsz a jelentől, és inkább próbáld egy kicsit tudományosabban megfogni. Mire gondolok itt? Két olyan módszert ismerek, ami segítségetekre lehet. A nevüket ne kérdezzétek, mert az most nincs a fejemben, de azt tudom, hogy van módszer, és ez tök jó, meg amúgy hasznos. Az egyik módszer, az első módszer az, hogy csinálsz egy ilyen 2x2-es táblázatot. Inkább így mondom. Tehát csinálsz egy 2x2-es táblázatot, az egyik oldalra felírod, hogy sürgős, nem sürgős, fontos, nem fontos. És akkor így beírogatod a dolgokat, hogy tudj rangsorolni.
hogy mondjuk, mit tudom én, a kutyasétáltatás az most nem sürgős, de amúgy meg fontos, mert a kutyának legyen meg a kell napi sétája. De mondjuk, ha most mondjuk egy ZH-ra való felkészülés, az mondjuk sürgős is, és mondjuk fontos is, akkor az pedig oda kerül. És akkor így be tudod magad táblázni, hogy akkor hol tartasz, mi a helyzet, stb. Tehát mondjuk még ez a nem sürgős és nem is fontos kategóriában mondjuk a beírni azt, hogy mondjuk a barátok köznek a következő részét megnézni, tehát ilyenekre nyugodtan gondoltok. És akkor van az, hogy sürgős, viszont ugye nem fontos, tehát oda mondjuk simán azt be lehet írni, hogy mit tudom én, tudjátok, hogy a következő hétre lesz egy beadandótok, de amúgy még van azért idő is, vagy mondjuk 2 hét múlva lesz az a beadandó, inkább így mondom, tehát 2 hét múlva lesz az a beadandó, egy kicsit el kell vele kezdeni foglalkozni, akkor mondjuk az abba a kategóriába kerülhet, hogy még nem annyira aktuális. Nos, ez az egyik módszer, és akkor jön egy másik módszer. A másik módszerben az a lényeg, hogy fölírod az adott tevékenységet. Tehát mit tudom én, matekházi megvan-e, vagy mondjuk a Facebookra posztoltam-e új dolgot, az Instára is kitettem-e valamit, vagy mondjuk nem tudom, az edzésre elmentem, vagy bármi ilyesmi. Itt például, de hát itt ezért konkrét tevékenységeket kell alapul venni, aminek a végén van egyfajta kész produktum is. Tehát ezt inkább így mondom bevezetőnek, hogy itt azért azt kell figyelembe venni, hogy mondjuk matekházi. Maradjunk ennél a példánál, mindenki tanult matekot, vagy fog matekot tanulni, vagy már nem tanul, de használ, mindegy. Tehát mondjuk a matekházi megvan, és akkor jó, mondjuk most jelenleg 50%-ig kész vagyok vele, és akkor mennyit kell még nekem beladni, mondjuk még 50%-ot. Tehát így százalékosan adod meg azt, hogy jelenleg hogy állsz vele. Mondjuk én is megadhatnám azt, hogy mondjuk a medvefilm a következő része, és akkor odaírhatnám, hogy mondjuk 30%-ban van kész. Mármint úgy 30%, hogy amúgy lehet, hogy megvan a terv, meg megvan, hogy mikor kellene megcsinálni, meg minden ilyesmi, de mondjuk még a forgatás, az mondjuk még egy 30%, és a vágás, az mondjuk még egy 30%-os munka, és a maradék 10% pedig a promotálás, vagy pedig a feltöltés, publikálás, illetve a promotálás. Tehát így is lehet gondolkodni. Amúgy mind a kettő nagyon hasznos módszer, én inkább ezt a sürgős, nem fontos, fontos, nem annyira sürgős, ezt jobban szeretem használni, bár mondjuk azt is csak akkor használom, amikor tényleg nagyon sok feladatom van, illetve nagyon sokat kell azon agyalnom, hogy akkor most mivel foglalkozzak, hogyan tovább, mit rangsoroljak, mivel, és inkább akkor szoktam ezt használni. Illetve még az is egy ilyen plusz tipp egy az időmenedzsmenthez, hogy ha foglalkoztuk valamivel, tehát mondjuk legyen az mondjuk a reggeli, vagy mondjuk az, hogy most a házi feladatra mennyi időt teltetek el, vagy mondjuk a pihenéssel mennyit, akkor valamennyire mindig csináljátok egy olyat, hogy legyen egy konkrét időkorlát, amit igazából próbáltok így betartani. Mert ennek pont az a lényege, mert amúgy, hogy jól és gördülékenyen menjen egy nap, ahhoz, tehát már amit úgy értem, hogy úgy gördülékenyen, hogy tényleg tök sok mindent bele tudjatok rakni, és tehát tényleg nagyon sok helyszínre mondjuk eljussatok. Mert mondjuk, tehát hogyha most csak egy menedzsernek az életét nézem, mondjuk van neki egy munkahelye, de mondjuk annak az egy munkahelynek van a városban 4 telephelye, vagy székház, vagy egy székháza, de mondjuk 4 telephelye, és mondjuk megvan adva, hogy mondjuk oké, akkor a hétfői napokat általában úgy kell szervezni, hogy a székházban egy meetinggel kezdünk, és akkor utána neki pedig a nap folyamán amúgy a 4 telephelyre ki kell néznie. És akkor bele kell kalkulálni azt, hogy jó, oké, a meetinggel mennyi idő fog elmenni, mi az az idő, amit mondjuk egy rövid szünet, mosdószünet, egy gyors reggeli, vagy valami gyors pihenő, illetve az, hogy mennyi idő kell neki felkészülni ahhoz, hogy mondjuk kimenjen a következő 4 helyre. És akkor az utazás belekalkulálni, azt, hogy mondjuk mennyi időt töltött, azt, hogy mondjuk ott mit lesznek a feladatok, és akkor ezt így sat szépen le kellene írni. És ezeknek egy-egy ilyen időt, vagy határidőt adni, vagy időtartamot, tehát ez egy ilyen eléggé olyan dolog, amit
kicsit időigényesebb, de amúgy meg tök jól fog menni a napotok, főleg, hogyha mondjuk csak előtte rakjátok össze ezt az egészet, vagy hogyha ha annyira szorgalmasak vagytok, akkor 2-3 nappal előtte is, de előtte való nap összerakni sokkal jobb, mert akkor fejben, mondjuk este, ha összerakod fejben, egész éjszaka így a benne van, és akkor másnap pedig egyszer átolvasod, hogy ja, jó, oké, már tudom, miről van szó, és akkor zsatar. Indul, megy a dolog. Ezeket a tanácsokat szerettem volna veletek így megosztani. Tehát az időmenedzsmentnek a mai napjainkban szerintem már egyre jobban és jobban hangsúlyt kell rá fektetnünk, mivel hát vagy az, hogy egyre több a feladat, vagy az, hogy egyre több időnk megy el azzal, hogy valami más tevékenységet csinálunk. Illetve az, hogy van akaratod arra, hogy tényleg csak azzal foglalkozz, amit éppen csinálsz. Tehát így tevékenység szinten is tök jó ezt így lebutítani, és akkor csak úgy azzal foglalkozni. Ami nem mindig egyszerű, halljuk be. Tehát ebbe a digitális életbe, illetve az, hogy most ilyen ránk szakadt megint a koronavírus járvány, az, hogy megint minden online, az, hogy be van zárva minden. Vigyázzatok magatokra, és remélem, hogy jól vagytok, és minden oké lesz veletek. Addig is maszkot fel, és akkor irány tovább!